Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hon, és a mai videóban Harry Potteres kártyákkal fogunk tovább menni. Iszonyatosan vártam, végre legyen valamilyen Harry Potteres széria a Contact cards után. Külföldön vannak maticás albumok, minden más, itthon végre ez is kapható. Meg a kezdőcsomag gyűjtőalbummal, négy bontatlan csomagkártyával, az nem rossz limitált kártya, XXL limitált kártya. Na arra nagyon kíváncsi vagyok, nem sok helyen láttam ilyet, esetleg elképzelhető, hogy magyar exkluzív, ez a limitált XXL-es típusú lap, a Roxford Hogwarts, de király lenne. Na jó van, megnézzük, megnézzük, mi lesz az XXL. Itt is kártya dizájnokról van szó, Harry Potter 1, tehát ez az összes filmet tényleg összefoglalja magában. Meglátjuk 3200 forint. Nem vészes, szerintem legalábbis. Lássuk meg, mi van benne. Nézzünk körül. Ó, igen. Ó, igen. De jól néz ki már most. Hát, ugyan, Hedvig. És az elején pedig a három jó barát. Hermione Granger, Harry Potter és Ron Weasley. Ó, itt mi van nekünk? Nézzük csak meg. Itt a fiatal Potter. Hoppá! Kis titkos füzet benne az albumba. Mind magyarul. A filmekről írnak Harry Potter bölcsekövet titkokamra, Azkabani fogoly tűzserlek, mindegyikből kártyák lesznek filmborító, az azért elég menő, Főnix rend, félvérherceg, halájra, ejre, Jézusom, de király, nagyon menő, és igazából választhatsz a borító közül, tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy valaki ezt berakja, mert jobban tetszik, maradunk az eredetinél, de ez már most megvett kilóra, nézzük meg a másik oldalát, itt van-e valami plusz info, hogy ne lenne, ezek füzetek, ezeket érdemes átnézni, srácok, checklist. Azt figyeljetek, és magyarázat van a kártyákhoz, mint például megnézzük a 21-es kártyát, azt mondja az iskolai, iskolai évnyitó ünnepségen a Teszlegsüveg, valamennyi első éves beoszt valamennyi házba, valamelyik házba beosztják, de jó, és szépen el van rendezve, hogy hogyan kell majd nekünk a számozás alapján haladni, kártyadizájnokról is, illetve 216 kártya van itt, abból 60 darab metal fényű, különleges van. Rainbow, silver és gold. Ez szibátlan, ez nagyon jó. Na nézzük, rakjuk is vissza. Így, né? így volt benne, hátul volt a hetviges rész. Úgy nézzen ki szépen ez az album. Nagyon tetszik. Ez pedig, ó, de jó, az XXL kártyához tartó focis esetében is láthatunk ilyet. Az, hogy most a Harry potter is kapunk, ez azért tényleg elég király. Itt egy kis rövid összerakási útmutató, de én megmutatom nektek gyorsan, egy videóba is legyen valami edukáció, oktató jellege is, legalább ennyit tanuljatok belőle, bár elég egyértelmű, nem túl nehéz, könnyen kipattintható, ez meg is van, értelmszerűen egy ilyen doboz formát kell belőle Végighajtogatni minden oldalát is szépen, ezeket a füleket is. Mindéket picit meghajtjátok, óvatosan, jól nézzen ki a végén. Úgy, itt is alul is, ezeket a piciket is, ott is, mindenhol, ahol hajtást látok, hajtsátok be, és akkor így már kap egy ilyen kis behajtott részt, így egyszerűbb lesz. Tegyük össze az oldalát. Itt a kis fül, amit be kell helyezni oda, nem kell semmit nyomorgatni, erőszakoskodni, semmi szükség nincsen rá, szépen be kell mennie mindennek. Tetején, ezt majd tudjátok nyitogatni, hogy több kártyát is belepakolhatok, illetve itt az alján mindkettőt be kell csukni, ráhajtom, azt is oda behajtjuk, mindennek megvan maga helyen, mondom, nem kell ehhez semmilyen szerszám vagy ragasztó. Nem? Sikerül? Úgyni, sikerült ez is. Én annyit szoktam még így extraként csinálni, hogy egyébként nagyon jól néz ki ez a doboz is, hogy itt ezeket itt felhajlik, én ezt leszoktam itt celluxozni, egy nagyon vékony cellux, és akkor ez a dizájnhoz se nyúl hozzá, nem vesz el belőle. Úgyhogy ezt ide rakom, ez azért elég jó. Nézzük meg, mi az az XXL kártya, amit ebbe bele kell tenni. Óvatosan, Hedviges XXL. Ha, még én is látszadok benne. Nagyon-nagyon jól néz ki. Dombornyomot lehet tapizni. Jó kis krómkártya. Itt írja is, hogy XXL card. Ott látszik a dombornyomás benne a fénynél. Hát, itt a körvonala. Na, mindegy. Szóval újjal egyébként érezhető. Itt rakjuk alá. Szépen csillog. Nagyon jó kis textúrája van. Szedjük ki a többit itt vannak limitedek, bontatlan csomagok, ezek is ugyanúgy néznek ki, hogy az album borítója, tehát ebben nincs különbség, úgyhogy így jön ki nekünk a starter pak, ennyi van benne igazából, úgyhogy ezt félre is teszem, album tökéletes helyen van itt, én azt mondom, hogy nézzük akkor meg ezt a kis limitált kártyát is, ez pedig tesz rá, no, de jó, még kocsi is van, nem csak tesz rálok. nagyon szépek. És itt le is írja, hogy csak az látja, aki látott már valakit meghalni. Zseniális. Tök jól le van írva a szabály is, áldásul. Ó, de jó. Fantasztikus. Nézzük is akkor a csomagokat. Ezt ide felrakom, és akkor tudtok benne gyönyörködni, amíg én bontok. Tehát 156 base kártya, illetve 60 speciális, amit nyithatunk. 216 kártya, amit összesen ki lehet gyűjteni a kollekcióból. Harry Potter 1, az első rész nagyon szép mattos stílus képkeretben. Parádi, nagyon tetszik. Malfoy, ó, sokan szeretni fogják ezeket a képeket. Basiliskus csata, majd utána. Ó, ez egy különlegesebb kártya, fény visszaverős egy picit. így ez is komoly jelenet. És itt még egy, azt a mindenit! Holló hátnak a diadémia. Nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy jöhet is előre. Számozás, Na, hát nem, nem sikerült valami jól. Hátulján van a szám, a képbe nem zavar bele legalább, itt a többi kártyán is látjátok hátulján a számot. Tehát annyira nekem ez nem jön be, mert nehéz lesz több pakolgatni. Sokkal egyszerűbb úgy pakolni a kártyát, hogyha itt lenne egy nagyon pici szám, tényleg nem zavarna senkit. Nem így csinálták meg, hát olyan lesz a szám, majd meglátjátok, ha ti is rendezitek, hogy meg tudja kavarni az embert, ügyesen kell. Cseklisztet tudjátok használni, legalább akkor olyanunk van. Nézzük a következő pakkot. Ebben mi rejlik? Hát ezek a vízlik, majd utána a nevű Tetszik az alján ez a szimbólum is, Tök jól néz ki. Ó, Fönix rendje, borítókép. Filmes borítókép. Ú, ez valami dombornyomott téma lesz. Hermione, Malfoy megint. Nézzük ezt a dombornyomottat. Ó, oh, de jól néz ki! Félelmetes. Mennyire jó. A magyar mennydörgő. Érezni a hátulján. De el, itt már látszik. Na, itt már látszik a dombornyomot. Ez nagyon király egy ilyen gépeik, ilyen nyomdászeszközék vannak. A panininek mint kiadó is, ilyen kártyákat tudnak csinálni. Fantasztikus a minőség. Nézzük a következő csomagot. Boltokban újságosok, mert egyébként már mindenhol tudjátok ezeket venni, szerencsére. Nézzük itt a csapatot. Jó ezek is. Ah, Dörzli. Majd utána fényes, külsejű menekülés. Ez a hetedik részből van. Majd egy Rón akció jelenet. Ez is már a végén hogy itt a Roxfordba csatáznak az utolsó jelenetek egyike, de elég parádésan jól néz ki. Ú, főleg így. Jézusom, milyen fényt kap. Nagyon tetszik a lakkozása, vagy ez a fólia rajta. Gyönyörű. Hát ez nekem, mint Harry Potter rajongónak tényleg egy ilyen kártya Ez még az annó régebbi kontaktkártyáknál is sokkal jobb. Majd kirakom ezeket a kontaktkártya szériákat, az régebbi Harry Potter-es cucc ide a záróképernyőben, majd a videó után nézzétek meg, ha van kedvetek. Bellatrix, meg Máfoly anyja, majd utána Hermione és Ron, kicsit fiatalabb kiadásban. Új, dombornyomottak lesznek, ez is a végén. Menekültetik itt Harryt, majd utána az abszolút, ez is nagyon szép fényvisszaverős megoldásban. Nem tudom, melyik tetszik jobban, srácok, mindkettő brutálisan jól néz ki csikócsör, a hipogrif, illetve az abszolút egyik dombornyomot, a másik ilyen színes, fóliás, nagyon jó kártyákat lehet ebből nyitni. Az, hogy kettő különleges is lehet egy pakban, az zseniális. Itt is beállítom úgy, hogy megkapja ezt a szép fényt. Itt vannak olyan tükröző, de ő itt milyen lilás. Tök menő, ahogy így változik a fény. Ez fantasztikus. Na, srácok, fiúk, lányok, ennyi lett volna ez a jó kis bontás. Természetesen később még csinálhatunk ilyeneket, hogyha tetszett, hiszen vannak itt XXL-es bliszterek nagy kártyával, meg mindennel, úgyhogy ilyet is nézhetünk majd, ha lesz kedvetek. Addig is iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még Harry Potteres videókat, illetve mondom nézzetek rá erre a kontaktkártyára, mondjátok meg ti, hogy nektek ez hogy tetszik ahhoz képest, mit szóltak az XXL kártyákhoz, mert ezek igazán jók, még tükörnek is lehet használni. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, sziasztok!